érzed, mi volt a probléma a Csák ellen, miért nem sikerült többet kihozni ebből a meccsből? Hát úgy érzem, hogy többet kellett volna játszanunk kicsit, vétkony labdát, ez egy verhető csapat volt, és hát a helyzeteinket be kellett volna lőni, és hátul egy kicsit jobban odafigyelni. Személy szerint hogy érezted magad a mérkőzésen? Annyira nem éreztem jól, nem ment annyira a játék, hát igyekeztem, de úgy kicsit kevés labdát tudtam kapni, és aztán nem ment annyira jól. A skótok és a bosnyákok ellen mibe kell változni? Egyáltalán kell-e változni, hiszen azért ők más játékstílus képviselni? Hát nyilván kell, mert hogy itt kikaptunk, ott megnyerni szeretnénk. De még nem tudjuk, hogy milyen erőt képviselnek a skótok meg a bosnyákok, majd videózás után megmondják. Elég csak a cserekből készültek? Igen. Úgy tűnt a mérkőzés, hogy kicsit félted magad. Kevesebb ütközésbe mentél bele. Te ezzel egyetértesz a meccsen? Nyilván egy nagyon kicsit féltettem magam a térdem miatt, de egyébként annyira nem jó. De cselekezek jobbak, vagy csapat jobb, vagy szerencséjük volt inkább? Szerintem egyáltalán nem jobbak, nem is játszottak igazából semmit, volt gyenge pontjuk nagyon sok, de nyerhető meccs volt. Nagyon csalódott vagy? Hát egy kicsit igen, mert kellett volna nyerni.